Test és lélek rovatunkkal folytatjuk a délelőttet, de ma igazából a környezettel fogunk foglalkozni, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy akkor itt a test és lélek harmóniájáról fogunk talán egy kicsit beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Tóth Andrea, blogger. Szervusz, szeretettel köszöntelek. Sziasztok, üdvözlöm a nézőket. Hát itt a környezettudatosság témájában blogolsz. Mikor kezdted, vagy hogyan pattant ki a fejedből ez az ötlet, hogy megoszd az olvasóiddal a ti kis életetek? Igazából én sosem írtam korábban, amikor 2,5 évvel ezelőtt találkoztam azzal a bizonyos cikkel, ami megváltoztatta az életmódunkat, vagy ami olyan hatással volt rám, hogy drasztikus változtatásba kezdtem. Én még aznap kitaláltam, hogy ezt le kell, hogy írjam, hogy az ismerőseim is lássák, hogy mi történik. Csak aztán úgy tűnik, hogy ez a téma, ez nem csak az közeli ismerőseimet érdekli nagyon, hanem nagyon sok embert. Miről szólt ez az újságcikk, ami téged ennyire felkavart, hogy tényleg egy 180 fokos fordulatot vett a ti életetek? Az újságcikk egy Bea Johnson nevű hölgyről szólt, aki ugye talán aki a témában jártas, az tudja, hogy ő a zero waste, az a hulladék nélküli életmódnak egy nagy híres személyisége, és az ő életéről szólt, az ő életmódjáról szólt ez a cikk, és ez volt az, ami úgy mélyebb gondolkodásra ihletett engem is. Hogyan történt a ti családotokban a változás? Addig éltétek a kis megszokott kényelmes életeteket, nem tudom, letéptétek a nejlonzacskót, abba raktátok bele a zsemlét mondjuk a vásárlás közben. Mennyire volt ez 180 fokos hirtelen fordulat? Mennyi volt benne a fokozatosság? Nagy változás volt hirtelen, de más oldalról meg mégsem, ugyanis én már mosható pelenkát használtam a harmadik gyerekemnél, tehát az már egy kicsit ebbe az irányba mutatott, onnantól kezdve én már elég környezettudatosan éltem, de ez a cikk mutatott rá arra, hogy nem elég csak mondjuk bio meg öko termékeket használni, azoknak a nem elhanyagolható mennyiségű csomagolása az ugyanolyan káros, mint hogyha nem tennék semmit, úgyhogy igazából ez a cikk erre mutatott rá, hogy itt a csomagolással is érdemes foglalkozni, és az, hogy mondjuk 9-10 évvel ezelőtt furán nézett rám a család, hogy mosható pelenkát használok, most az, hogy elkezdtem a kis textil zsákokat használni a nejlonzacskók helyett, ez már annyira nem volt nagy meglepetés nekik, mert elég könnyen vették az akadályokat. Mennyire kényelmes ez az életmód, mert ugye a 21. századi ember milyen, ha nem kényelmes, otthonról rendelünk mondjuk az interneten keresztül dolgokat, akár ugye még élelmiszereket is, az, hogy bevásárláshoz te viszed magaddal ezeket a kis textilzsákokat, vagy ugye azért, hogy mondjam, áldozatokat kell hozni minden nap. Igazából ez csak egyfajta tudatosság, tehát ez körülbelül olyan, mintha valakinek diétáznia kell, mert mondjuk valamilyen egészségügyi problémája van, vagy csak egyszerűen elhatározza, hogy ő egyfajta diétát fog követni, onnantól kezdve egyfajta tudatosságot követ az életében. Ez pont ugyanígy működik, én minden nap így elképzelem, hogy mi az, amire szükségem lesz, és annak megfelelően készítem össze a csomagoló eszközöket ahhoz, hogy csomagolás nélkül tudjak vásárolni. Most az, hogy mennyire kényelmes vagy nem kényelmes, semmivel nem kényelmetlenebb, csak egy pici előre szervezést igényel. Más oldalról viszont nagyon komoly, hát úgymond spórolást is el lehet ezzel érni, hiszen pontosan az előre gondolkozás miatt, hogyha én nagyon tudatos vagyok, és azt mondom, hogy már pedig én így szeretnék élni, és így szeretnék vásárolni, és elfelejtek mondjuk vinni magammal egy plusz zsákocskát, akkor nem fogom megvenni, mert már lehet. És igazából az egésznek a központi szerepe az, hogy a fogyasztásunkat, ami lássuk be nagyon elszállt a mai világban, azt kicsit optimalizáljuk, visszafogjuk, és tényleg csak azt és annyit vegyünk, amennyire valóban szükségünk van. Nézzük meg, hogy mennyire vagytok ti otthon a kis családodban hulladékmentesek. Itt a blogod bemutatkozásában azt írod, hogy te egy húsvér háziasszony vagy, a gyerekekkel, a kutyával, a cicával és a nyuszival. Tehát tényleg egy népes családotok van. Mennyi hulladékot termeltek akkor mondjuk, nem tudom, hetente, havonta? Inkább ezt úgy tudnám szemléletesen átadni a nézőknek, hogy mennyi volt mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, és mennyi most, mert nem szoktam méricskélni. Mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, amikor még nem így éltünk, akkor egy hét alatt egy 110 literes kommunális tároló megtelt, és emellett egy hét alatt egy ugyanekkora szelektív gyűjtő is megtelt.
a szelektívben állunk, a műanyagot, a papírt és az alumíniumot lehet beletenni. Tehát ezt így kell elképzelni. Hát ez a klasszikus családi háznak a klasszikus méretű kukája végül, és amit ti minden héten szépen telepakoltunk, igen. Ehhez képest most már mondjuk, hogyha nem raknám ki a kommunális, hanem megvárnám, míg megtelik, akkor az egy olyan fél év lenne legalább, a szelektív meg olyan 2-3 hónap. Tehát így lehet látni a különbséget. És akkor még azt is mondhatjuk, hogy úgy is spóroltak, ugye, hogy például a személydíj is. Sajnos nem. Nem? Sajnos nem, mert a bejelentett lakók után kötelező méretű személydíjat kell fizetni, és szeméttárolót kell. Ezt nem tudtam. Nem mindenhol van így, állítólag itt, ahol mi lakunk, azon a környéken az a... Akkor nézzük meg a mindennapi kis praktikus életeteket. Hoztál egy abszolút újrahasznosított szatyrot magaddal, úgy látom, hogy egy régi farmerból készült, és mindenféle kincseket rejt. Így van, ez egy farmerból készült, nem én csináltam, ezt én kaptam ajándékba, de nagyon szeretem, mindenhova viszem magammal. Hát ugye, ami alap, az a kulacs, bármilyen is lehet igazából, a lényeg, hogy nem PET palack. És akkor ezt, nekem is van kulacsom, én is azt hordom, de nekem vannak olyan problémáim vele, hogy nem tudom, teát rakok bele, vagy szörpöt, akkor beveszi az ízét. Hogy, neked milyen praktikád van erre, hogyan tisztítod például? Igazából ez speciál egy olyan kulacs, ami orvosi műanyagból készült, tehát a test ez olyan műanyagból van, amit az implantátumokhoz is használnak, és ez a szerkezete révén ez nem tud büdösödni, meg penészedni, de egyébként lehet választani fémkulacsot, üvegkulacsot, kinek mi az ízlése. Hát arra azért figyelni kell, hogy olyan alapanyagból legyen bármilyen is az, ami az egészségre nem káros, hogyha ott a savak, mondjuk a teából, a citrom, ilyesmi oldódik. Igen, akkor érdemes mondjuk egyszer egy minőségi kulacsra beruházni, és akkor az sok-sok évig kitart. Jó pár évig kitarthat. Na és akkor mit rejt még a kis farmer zsákod? Hát ugye, ami érdekesség, az a mosogatás. Luffaszivacsot, luffatököt használok, és keféket, tehát nincsen ez a szintetikus mosogatószivacs nálunk egyáltalán. Tényleg, mert hogy azt is megveszünk, mondjuk mindig egy ilyen nagy csomagot szoktam vásárolni, hát az pár hetente azért ugye elkoszolódnak, és hát hol végzi? Hát a kommunális hulladékban. Igen, jobb ilyen, ugye máshol nem lehet tenni. Akkor ezek természetes anyagokból vannak. Ez természetes. Ez a luffatök egyébként, ebből van egy szelet levágva. De érdekes. Ez egy növény, egy töknek a belső rostos része, ami ugye ki van száradva, ki van szárítva. És erre például milyen mosogatószert teszel? A mosogatószert azt én magam gyártam. Egy pár alapanyagra van szükség ahhoz, hogy otthon kényelmesen lehessen tisztítószereket. Ilyen ruganyos, vagy így igen, össze lehet. Teljesen szivacsos, ilyen száraz állapotban kicsit merev, meg kicsit dörzsölős, de ha vizes, akkor ugyanolyan puha, mint bármilyen műanyag szivacs. Na, mesélj kérlek akkor egy kicsit erről a mosogatószerről, ez érdekel engem, hogy akkor természetes anyagokat használsz végül is. Igen, igen, így van, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk mindenféle a kertben szedett anyagokból én ott varázsolok, vagy boszorkánykonyhába készítek valamit. Vannak olyan alapanyagok, amik növényi alapú, természetes alapanyagok, amiket be lehet szerezni bizonyos helyeken, általában webáruházakban, különféle receptek vannak, nekem megvan a sajátom, ami nekem bevált, és ahhoz szükséges alapanyagokat ugyanúgy otthon folyamatosan tartani kell, mint mondjuk a lisztet, cukrot, tehát ez egy alap dolog innentől kezdve. De mi az, ami tisztító lehet, amilyen természetes anyag? Én emlékszem, citrom talán, vagy az ecet? Az ecet az tisztít, illetve inkább vízkőoldó hatása van. A kézi mosogatószerben, a folyékony mosogatószerben növényi glicerin és deciglükozid van. Tehát ez így nem feltétlenül mond a legtöbb embernek sok mindent. Ezek, amik a habzást, a tisztítást, a zsíroldást garantálják, és gyakorlatilag egy ugyanolyan állagú és habzású tisztítószert kapok. Gyorsan rápillantottam a kezedre, mert hogy ugye a mosogatószereknél nekem például valamelyik nagyon-nagyon kiszárítja a kezemet, és hát gondolom akkor gumikesztyűt sem használsz, mert hogy az is akkor a hulladékban végezni. Mennyire bőrbaráta ezek a tisztítószerek? Kezemet teljesen rendben van, tehát nincsen ilyen problémám. Sőt, amióta mind a tusfürdő, mind a sampon tekintetében is házit
készítek növényi alapú, természetes alapút, azóta még gyakorlatilag destápolóra és hasonló egyéb kiegészítő termékekre sincsen szükségünk. Fantasztikus. Na mit rejt még az a farmer's atyó? És ha már tusfürdő, akkor elhoztam a Panni lányomnak a tusfürdőjét, mert ez ilyen kis micsoda színe van, ez aztán tényleg igen, ételfesték van benne, közölte 9 évvel, hogy neki rózsaszín tusfürdő kell, úgyhogy megszíneztük egy picit. Egyébként nem szoktam színezni a semmilyen tisztítószert, meg illatanyagot is a tusfürdőbe, sampomba szoktam rakni, egyébként nem hiányzik, nem gondolom. Hát engem megvettél ezzel a színnel, na most például egy tusfürdőbe, akkor gondolom azt is többféle alapanyagból kevered össze, igen. És hát üvegben van, igen. Tehát ez is fontos, igen. Ugye itt a flakonok azok, amik bekerülnek majd a hulladékba. Igen, illetve hát ugye ami a fiúknak készült tusfürdő, az nem ilyen szép színes. ők egy sok-sok éves tusfürdős flakonba töltöm nekik vissza. Úgyhogy, hát akkor azt is meg úgyhogy persze, hát amit, ami még otthon van és használható, azt nem dobom ki csak azért, mert most én ilyen életet élek, hanem addig, amíg tudom, addig használom őket. Ez is mennyire érdekes, hogy mondjuk vannak ezek a tusfürdők, amiket használunk. Most nagyjából szerintem egy átlagember mondjuk egy flakon sampont, meg egy flakon tusfürdőt használ el havonta, de hogy az akkor évente már 24 műanyag flakon, az már egy tényleg egy egész komoly zsák, még ha ki is lapítom ezeket a flakonokat, újra lehet be lehet tenni őket ugye a műanyag kukába. Tisztítás után. Hát elgondolkodható, hogy akkor mondjuk egy város lakossága mennyi flakon termel. Nem keveset, igen, és sajnos hiába kerül be, hogyha be is kerül a szelektív gyűjtőbe, sajnos azért nem sikerül a teljes 100%-ot újrahasznosítani. Például, hogyha piszkos vagy olyan állapotban van, akkor azt nem tudják feldolgozni. És erre nem szoktak gondolni azért. Van-e még valami van hatóságban? Vagy szóljál, mert én nem tudom, mert most már úgy látom, hogy kisebb, megy össze. Igen. Na, ez fogalmam sincs, hogy mi lehet. Nem evőpálcika. Szívószál. Igen. Fém szívószál. Így van. Nem használunk szívószálat. A gyerekek nagyon szerették, még a kakaót is szívószállal itták, úgyhogy rengeteg szívószál fogyott nekünk korábban, és akkor, amikor besokaltam, mondtam nekik, hogy nincs, de ők sírtak, rittak, hogy már pedig szívószál. Hát a gyerekeknek kell. Igen, egyébként nem feltétlenül kell, ez valahol nevelés kérdése, azt gondolom, de én nem tudtam róla leszoktatni őket. Mindenesetre megoldottam így. De még hangszernek is jó. Hát igen, ez ugye most a tavalyi évben már volt ilyen kezdeményezés a gasztrohősöknél, hogy szívószálmentes augusztus volt talán az a hónap, és egész sok vendéglátóhely csatlakozott. Pár percig használjuk a szívószálat, talán még esetleg el lehet egyszer-kétszer mosogatni, és aztán egyébként a kukába kerül. Ilyen éttermek, meg ilyen vendéglátóipari helységekben nem lehet elmosogatni a műanyagot, mert nem lehet higiénikusan. De mondjuk otthon meg tudjuk tenni. Soha nem láttam még fémből készült szívószálat, akkor ezt is mondjuk vadászni kellett, hogy ti ilyet beszerezzetek? Nem feltétlenül lehet találni, és ennek alternatívái is vannak. Létezik például üvegből is szívószál. Én a gyerekek miatt ezt nem tartottam ideálisnak, de létezik üvegből is. Sőt, a napokban olvastam, hogy makaróni tésztát is simán lehet használni szívószál gyanánt, papírból, illetve bambuszból is létezik szívószál. Tehát többféle olyan verzió van, ami környezettudatos és nem műanyag. Nézzünk még bele akkor a zsákba, mert már tényleg igencsak kevés az időnk. És hát most már itt igazából a vásárlás, ami a lényeg. Ugye a kis zsákok, amik különböző méretben és típusban vannak nálam jelen jó sok, hogy mindig legyen elegendő. És akkor ebbe például, mondjuk ha veszel 4-5 zsemlét, akkor mondjuk ebbe a zsákba pakolod be őket? Így van. Tehát tudom azt, hogy mondjuk ha csak 5 darab zsemle kell, akkor elég lesz egy kisebb zsák, és úgy készülök. És akkor ugyanúgy mondjuk a zöldségeknél, vagy gyümölcsöknél, esetleg a piacon is már, vagy mondjuk egy üzlet áruházláncba is akkor ugyanúgy ezeket tolerálják? Teljesen, vagy a boltosok nem néznek esetleg furcsán? Lehet, hogy néha furcsán néznek, ez nagyon nem szokott megmozgatni. Igazából néha megkérdezik, hogy nem probléma, hogy nincsen letárázva mérleg, és ugye mondjuk a zöldséggel vagy a zsömlével együtt megy
a súlya a zsáknak. De ellenőrző talán ez de a súly. Ez nem olyan nagy súly, igen, nem ilyen olyan nagy súlytöbletet, úgyhogy ezzel én túllépek. És még egy üveg is és még egy üveg, ami szintén a vásárlásnak az alapfeltétele, különböző méretű, akár műanyag, régről megmaradt műanyagedényeim, akár sima befőttes üvegek, vagy akár ilyen kis csinos üvegeket használok mindig, hogyha... Mondjuk például a hentesnél akkor egy nagyobb üvegtálat Én oda műanyagot viszek, egy nagyobb zárható műanyagot, igen, még ez is így régről. Igazából én is hoztam magammal egy textilzsákot, hogy elmondjam, hogy én is mindig tartok egyet a táskámban, ugye a női táska rejtelmei, jó picire össze lehet hajtogatni, és a bevásárlásnál nem kell mondjuk műanyag zsákot venni. Aztán a kollégák rám szóltak, hogy hát miért nem mutatom meg, hogy a 10 óraimat például egy műanyag zacskóban hoztam el, szóval van még mit tanulni, igen, de apró lépésenként azért el lehet kezdeni. Így van, ez már egy jó, hogy eszedbe jut, hogy egyáltalán legyen nálad textilszatyor. Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és akkor további jó munkát kívánunk neked, és sok követőt kívánunk neked. Köszönöm.